Hetek óta egy kép járta be a közösségi oldalt, melyen egy mikrofon és egy hangvagy március 15-e felirat volt látható. Sok ember érdeklődését fel is keltette a kép, melyről kedden hult le a lepel, ugyanis a felhívás nem más takart, mint Kalocsa első amatőr énekes tehetségkutató versenyét. Azon gondolkodtunk, hogy milyen rendezvényt, eseményt találjunk ki, ami megszólítja a városban élő fiatalokat, és akár nem csak egy estére szól, hanem több hétvégét átölelne ez a rendezvény, és így jött az ötlet egy énekes tehetségkutatóra. A gondolat gyorsan testet is öltött, és nemzeti ünnepünk napján kezdetét vette a jelentkezés a hangvagy tehetségkutatóra. Aki kedvet és tehetséget érez magában, nincs más dolga, mint hogy a Facebook per hangvagy oldalon a regisztráció menüpont alatt kitölti a jelentkezési lapot. A verseny 3 fordulóból fog állni, lesz válogató, elődöntő és döntő. 2 kategóriába lehet jelentkezni, 7-től 15 éves korig gyermek kategóriába és 16-tól 99 éves korig felnőtt kategóriában. A versenyre könnyű zenei stílusban várják majd a produkciókat. A továbbjutóknak a szervezők mindenben segítséget nyújtanak. Magára a válogatóra neki kell hozni a számot, de eljöhet egy akár egy gitárral, egy zongorával, és elénekelheti a számot, de nagyon szívesen segítünk összeállítani, vagy összevágni azt a számot, amit ő szeretne előadni. És persze értékes díjak is gazdára találnak majd a döntőn, melyen szakmai zsűri értékeli majd az énekeseket. Fődíj az a Veracruz együttes felajánlásába történt, ők írnak egy számot, már hallottunk belőle részleteket, és egy nagyon-nagyon jó szám lesz, és ezt a Delfin hangstúdióban felénekelhetik, illetve különböző egyéb díjak is lesznek, különböző városi rendezvényeken fellépési lehetőséget biztosítunk majd a Kalocsa város énekes hang nagykövetének. A tehetségkutatóra április 20-áig lehet jelentkezni ingyenesen, illetve minden forduló és a döntő is ingyenesen megtekinthető, melyet a Platán rendezvényközpontban tartanak majd június 23-án.